Sziasztok, mi vagyunk a Stolen Beat. Felhő vagy fent, a rét én ott lenn. Mi egy tehetségkutató műsorban tűntünk fel. Igaz, nem ebben a felállásban, ez a felállás ez nem régen alakult. 3-4 hónapja zenélünk együtt. Ugye én a Latyák Bencével zenéltem. Kért ugye az a probléma, hogy a Bencének időszűkében problémát jelentett az, hogy megoldja a zenekarra való próbálást és együttműködést. Szóval így közös megegyezés alapján arra jutottunk, tehát ő ezt nem tudja így most már teljes előbedobással végigvinni. Hol vagy te régi lány, a szemeidre emlékszem talán. És szerettem volna az, hogyha egy olyan ütőképes repertoárral és csapattal megyünk fellépni, ami jó hangulatot tud csinálni, egy egészen bulis koncertet. Jól látszik, hogy bántottál. Tehetséges zenészeket szerettem volna magam elé, és ugye az is fontos volt, hogy jól kijöjjünk egymással a próbatermen kívül is, és sikerült összeszoknunk így egymáshoz, zeneileg is, meg így társaságilag is, nagyon jól el vagyunk és tudunk haladni. A szíveknek az Instáján. Kicsit féltünk attól, hogy ugye ő 15 éves, ő pedig 25. 16 vagyok már, mondtam. Bocsánat, 16 éves, viszont azt hiszem észre, hogy amennyivel fiatalabb, annyival érettebben gondolkodik a vele egy idősökkel. Bencével általában felváltozzuk az alapötleteket, Bence inkább a szövegben erős, én pedig a zenei alapokban, és akkor az mindenki hozzáteszi az ő részét. Bencinek nyilván a szövegötletei általában megadnak egy ilyen hangzásvilágot, meg egy ilyen érzelmi vonalat, és utána az követik le szerintem. Ebből adódik az új Stolen Beat, mert mégis teljesen megváltozott szerintem a hangzásvilág, meg az egész zenei projektnek az iránya. Van egy rövid és egy hosszú távú tervünk. A rövid távú az, hogy elkészítsük az első kis lemezünket. Hosszú távú terv pedig az, hogy minél több lemez kiadjunk videóklippel együtt. Máté az apuka. Olyan, mint a majmok, akik kiszedik egymást. Úristen! Rá mindenki hallgat. Hogyha valamit Máté mond, akkor az úgy van. Gabesz igazából, ő az, aki felteszi minden számra azt a egyediséget, ami meghatározza lassan az egész zenénket. Áron pedig az, aki bármilyen veszekedés van, vagy bármi van ilyen összetűzés, akkor ő a villámhárító. Tartunk olyat, hogy egyedül bemegy a próbaterembe, és egyesével bemegyünk hozzá, mint egy ilyen pszichológus kezelésre, aztán mindenki lenyugszik. Kaptunk ilyen mérföldköveket és különböző célokat, így azt vettük észre, hogy így a feszült tempóban hajlamosabb vagyunk összeveszni, és rájöttünk, hogy kellenek zenélésen kívüli programok is. Hogy kell felvenni? Kikapcsolod ezeket itten. Bármi, ami így nem arról szól, hogy a próbaterembe szorongunk, hanem hogy tényleg arról szól, hogy így független a zenéléstől is jobb vagyunk, mint barátok, vagy mint egy nagy család. Az akarok menni! Te csak ki a szívem Instagramra. Látja majd mindenki, hogy egyre lassabb, ahogy verdes kicsi szívem, és te ott vagy. Szörnyű volt, életem meg rosszabb élmény, és most jöttem vissza, hogy be sem volt kapcsolva. Nézed, ahogy csendben összeroskad. Nagyon jó volt, meg picikét egy koncert előtt kikapcsolt. A szíveknek az Instáján. Természetesen az egész életem feje tetejére áll. Picit nehéz volt belecsöppenni ebbe az egész, meg így belerázódni. A színpadon itt a jégdiszkó van, a Stolen Beat! Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akikért kiáltunk mi éjjel. Oh, hello lányok! Vannak nagyon nehéz és rossz dolgok, amiken tovább kell lendülni. Vannak nagyon szép dolgok a szakmában, amikért érdemes ezt az egészet csinálni, de úgy gondolom, hogy mára sikerült, és egész jól kezelem, és most már hozzá is szoktam. Köszönjük szépen!